20 közfoglalkoztatott dolgozik már napok óta azon, hogy a szombathelyi erdészettől korábban kapott, és az utak mellől kitermelt farönköket kályhakész méretűre aprítsák. 2 köbméter tűzifát tudunk biztosítani a rászorulóknak, 200-nál több család részesül idén ebből a felajánlásból. Szervezetünk végzi a feldolgozást, illetve a kiszállítást is. Igyekszünk mindenkinek még az idei évben eljuttatni ezt a mennyiséget. Naponta 8 családnak tudják kiszállítani a Kolozsvár utcai telephelyről a szociális tűzifát, de a rászorulók itt készült papírbrikettet is kaphatnak. Az első alkalom, hogy tudnak segíteni nekem, többször kértem már a segítséget. Nagyon nagy segítség mindenképpen, hogy van egy gyönyörű szobában egy kandalló, ahova igazából nagyon-nagyon jó helye lesz ennek a fának. Senki sem fog fázni a télen Szombathelyen, mondta a helyszíni sajtótájékoztatón László Győző területért felelős alpolgármester. A rászorulókon bárki segíthet azzal, ha a fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Kft. Karácsonyi vásárban felállított standján vesz ajándékot. Nemény András polgármester pedig azt hangsúlyozta, szükség esetén még több szociális tűzifát is kiosztanak. A városnak egy alapvető feladata, hogy legalább mindenkinek az otthonába meleg legyen, és tudjuk, hogy sokan rászorulnak arra, hogy ebbe külső segítséget kapjanak. 200 család 400 köbméter fát kap most, de ezúton is biztatok mindenkit, hogyha még van rá igény, akkor tudunk megoldást találni. Az előrejelzések szerint a következő napokban beköszönt a tél, ami a rászorulóknál és a hajléktalan ellátásban is krízis időszak. A szakemberek azt kérik, ha valaki bajba jutott családról tud, vagy esetleg utcán fekvő embert lát, hívja az ingyenes, éjjel-nappal elérhető 0680 205 165-ös krízis számot.